Blume és Gucce. Nem véletlen megint csak, hogy őket mutatják. 89-ben voltak világbajnokok ezen a távon. 93-ban, 94-ben. Megnyerték az olimpiát. Tavaly nem indultak ezen a távon. Saját hazájukban. Nem ment már ezeren sem elég jól nekik. Itt pedig másodikak voltak tegnap. A pályabeosztásokat látják, a nyolcason, tehát föntről a második hajó lesz, a dánok alatt Stahl és Nielsen alatt egyel. Ott vannak majd mellettük a tegnapi meglepetés bronzérmesek, Andrián Dusev és Milko Kazanov, a bolgár hajó. Collins és Trim ötödik volt Szegeden, negyedik 91-ben a világbajnokságon, hogy úgy mondjam, örökös döntősök. Beniamino Bonomi és Daniele Scarpa, na, itt a nagy bökkenő, ugye? Scarpa tegnap már nyert egyet Rossival, ma Rossi nyert egyet, most az a kérdés, hogy Bonomi most milyen színű érmet szerez, és Scarpának meg lesz-e a második aranya. Az biztos, hogy Blume és Gucce mindent megtesz, hogy visszavágjon. Az orosz hajó noha mindössze annyit tudni róluk, hogy 90-ben a Stroke Tishenko Kalesnyikkal világbajnokságot nyert ezen a távon. Most egy másik 25 esztendős, Oleg Gorobi a partnere. Aztán itt van a 30 esztendős lengyel Freimuth, aki Kurpievskivel volt már ezüstérmes, és volt ötödik is. A hatos, ez a Trim Collins Ausztrál kettős. Öten vannak itt a tavalyi világbajnokság döntői, de végül is ez a mezőny azzal is erősebb, hogy itt benne van Blume és Gucce is. Ők az ezret szeretik jobban, és Bonominek, Scarpának olyan utolsó 100 métere van, 100-150 métere, ami fölülmúlhatatlan. Ha addig nem szerez valamelyik hajó velük szemben legalább egy hajóhoznyi előnyt, akkor sok esély nincs. Na és mi lesz Bártvai Krisztiánnal és Gyulai Zsolttal? Hát ez nagy kérdőjel. Nagy kérdőjel. Elsőre elég gyengécskén mentek önmagukhoz képest. Másodikra javultak, de még mindig nem az igazi. Mi lesz most? Van úgy, sőt nem is ritka, hogy van, aki azt mondja ebben a sportágban, hogy az a jó, ha fokról fokra javul az ember, nem kell rögtön a csúcson kezdeni. Ha így van, akkor van reményünk valamilyen éremre. Csak legyen így. Stojan és Szerbán, Daniel Stojan és Romica Szerbán, román hajó. Elől az idősebb, Daniel Stojan. Nem nagyon van figyelemre méltó eredményük, így hát nem is nagyon tudok róluk sok mindent elmondani. A kettesen, tehát Maciej Freimuth, ő az előkelőbb, hogy úgy mondjam, a lengyel hajóban, és Adam Wisocki 9 év van köztük, Freimuth mondom már nyert ezüstérmet is más partnerrel. Itt vannak ők. Tishenko és Gorobi. Beszéltem már róluk. Tishenko volt világbajnok már. Bonomi és Scarpa. Ja, nem, bocsánat, előbb Blume és Gucce. Az olimpián ők nyerték ezt a számot. Már ez is sokat mondhat. Ez Bonomi és Scarpa. A két előbb látott hajó a két legnagyobb esélyes. Trim és Collins. Az örökös döntősök, Dusev Kazanov jön, a tegnapi bronzérmesek, itt vannak ők, mutatják ott hátul a legénynek, hogy merre csűri a hajó farát, most jó. És végre itt van képben Bártfai Krisztián és Gyulai Zsolt, gondolom pillangók röpködnek a gyomrukban. Jesper Stahl és a 36 esztendős Nielsen mögötte. A dánok hatodik, az utóbbi helyezésük. Tegnap is hatodikak voltak, tavaly ezen a távon a világbajnokságon hatodikak, olimpián is hatodikak. Fölülről a második, halvány zöld, hát ha jó, ugyanaz a szín, mint Kőbáritáé, hát ha ez szerencsét hoz.
csak menjen már, most már tényleg igazán jól ez a hajó. Jobban, mint eddig. Sokkal jobban kell mennie. Ahhoz, hogy helyen legyen. Legjobban Kisenko és Gorobi rajtól, de már itt van Bonomi a képen. Mellette irtózatos erővel Blum. Jól mennek a mieink, ott fönn a második, együtt vannak a németekkel is és az olaszokkal is. Sőt, nagyon bekezdtek, hű, de bekezdtek, csúcsú! Mi lesz ez, csúcsú az Bártai Krisztián, bocsánat. Őrületesen bekezdtek, háromnegyed hajóval, gyerekek, hát ez az. Csak ezt kellene még fokozni. Fantasztikus hajrával indultak el. Blum és Gucce most vehették észre, csak utánuk erednek. Lassan már 250-nél vannak. Fog ez az öngyilkos iram menni végig? Alul Freimut és Viszocki is beleerősít. Gucce hátul, Bonomi, még mindig a mieink vannak elől. Lehet-e tartani? Félhajóhoz megvan. Blum és Gucce irtóztató iramban veti magát utánuk. Még mindig megvan a félhajó. Bártfai Krisztiánék vezetnek, megvan a félhajó, de Blum Gucce hihetetlen erővel, Bonomiék is elkezdtek hajrázni. Körülbelül 100 méter van hátra, van-e még erő a mieinkben? Gyerekek, lehetne valami nagy-nagy-nagy gyönyörű ajándékot hozni benne. Még mindig van egy kis vezetés, de már nagyon csekély. Blum és Gucce és az olaszok, hogy jönnek az olaszok? Már vezet Blum és Gucce, az olasz a második, Klim és Kolinc is a mieink elé került. Kipukkadt sajnos a mi hajón. És együtt szinte Blum és Gucce és Bonomi és Scarpa. A harmadik az ausztrál lett, és 50 méterrel a cél előtt minden levegő elfogyott. Hát gyerekek, hát Krisztián, hát Gyuzsó. Már majdnem azt hittük. És úgy látom, centiméterekkel bár, de a németek nyertek. Így van, fölöttük egyel az olaszok, a másodikak. És csak most valahol az ötödik ost jött be a mi hajónk. Ötödik vagy hatodiknak. Nagyon elfogyott az erő a végére. Látszott, szinte egy pillanat alatt szállt ki belőlük az erő, mint egy 60-70 méterrel a cél előtt.